Népművészeti szakmai konferenciát rendeztek Tolnán. Az eseményen többek között a hímzés minták alkalmazásainak lehetőségeiről tartottak előadást. A napot ékszerkiállítás zárta. A népművészet napjainkban folyamatosan változik, mondta Komjáti Tamásné, a Tolna megyei Népművészeti Egyesület elnöke. Ahogy a gazdaság változik, ahogy az életmódunk változik, úgy változott mindig is, és változik most is igazából a népművészeti tárgyaknak az elkészítési módja. Csak arra gondolunk, hogy az alapanyagok mások, másfajta berendezést használunk, másfajta ruhákat viselünk, ezekhez, ha most témánál akarunk maradni, akkor másfajta ékszereket használunk. Tehát ezek mind-mind változást hoznak a tárgyalkotó népművészek munkájában. A Tolna megyei Népművészeti Egyesület 105 fővel rendelkezik. Fontos, hogy az alkotók tovább képviseljék hazánk örökségét, a technikai és a technológiai tudást továbbadják, mondta az elnök. Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy a népművészeink, vagy hát a népiparművészeink, meg az alkotóink keressék meg, tanulmányozzák a régi örökséget, és abból kiindulva próbáljanak meg új tárgyakat készíteni, ami a mai lakáskultúrában a mai embereknek használható módon tudnak tálalni. Az egyesület célja a fiatal korosztály számára népszerűsíteni a művészetet.